Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, mint dr. Pota György, gyermekorvos, házi gyermekorvos. Jó reggelt kívánok. Vannak nem házi gyermekorvosok? Hát állandóan. Igen, hát vannak, ugye ez a kifejezés, ez egy szerencsétlen dolog, ugye ez a házi orvosból kitárták, hogyha valaki gyerekorvos, akkor ő legyen házi gyerekorvos, ellentétben azokkal a gyerekorvosokkal, akik szakrendelésen vagy pedig kórházban dolgoznak. Ugye mi jobban szeretnénk, de ez reménytelen most már a magyar jogrendben, hogy az angol, tehát ugye a primary care, tehát az elsődleges ellátó vonal, ez sokkal jobban visszadja, de ez egy nagyon hosszú 25 éves történet, és nem hiszem, hogy az én életemben már megoldódik. A gyermekklinikák, illetve a gyermekorvosok érdekképviselete összeültek, és az egészségügyi miniszterrel is tárgyaltak. Mit tud nekem erről mondani? Azelőtt ugye pár hónappal ezelőtt még én voltam. Igen, most rossz fejben azt mondtam, hogy azért tárgyaltak, mert már nem én vagyok. De arról van szó, hogy van egy... De nem lépett ki azért az... Nem, az az én életem, az az egyesület. Tehát arról van szó, hogy van egy évek óta tulajdonképpen asztalon lévő terv, ez amikor most már több mint két évvel ezelőtt az ágazati nagy átfogó reform anyagok elkészültek, abban már ez szerepelt, hogy a gyermekorvoslást, amelyik más, mint a felnőtteket ellát. Ugye ez sokszor talán én is elsütöttem ezt a point már itt a különböző beszélgetéseink során, hogy a gyermek az nem kisméretű felnőtt. Világos. Tehát nem lehet egyszerűen csak egy kisebb... Nem lehet ezt elégszer elsütni, hogy mindenki világos legyen. Tehát másképpen gondolkodni, és hogy a gyermek ellátás az egy önálló, a szakifejezéssel úgy mondjuk, hogy egy önálló arrendszere legyen az egészségügyi ellátásnak. És tulajdonképpen a házi gyerekorvosi rendszer ebben egy furcsa, az egész létében egy ilyen kettősségben van, mert ugye a munkánk, az egyáltalán ahogy dolgozunk, amit dolgozunk, az az alapellátásnak, tehát a házi orvosi rendszernek a része, csak mi gyerekeket látunk el, ugye, gyerekgyógyász szakvizsgával, addig miután gyerekorvosok vagyunk, csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsgával végezzük a munkánkat, ezáltal természetesen, hogy szakmát tekintve mi a gyermekorvosláshoz, a gyermekgyógyászathoz tartozunk. Ez egy kettősség, cinizmusan azt szoktam mondani, hogy két cég közt a pad alatt vagyunk, de ez azért így nem igaz. Most arról van szó, hogy ez az új vonal ugye a minisztériumban éledezik, és emiatt a házi gyermekorvosokat most a gyermekorvosi vezetőkkel közösen hívták meg egy ilyen beszélgetésre. Érdekes a listán, nem láttam a Bethesdát, pedig ők egy nagyon nagy kórház. Mert nem a kórházak vannak, tehát most ne értsük félre, a Heimpál nem azért van, mert gyerekkórházott, hanem a Heimpál lett most már több mint egy éve, az országos intézet, amik mindig voltak ilyen, hogy egy szakmának országos intézete, valamikor régen a gyermekgyógyászati intézet, az a Tűzoltó utcai klinikán Schüller Dezső professzor úr idejében, aki idén, illetve most tavaly 2020-ban halt meg, ő vezetésével, tehát mindig volt egy ilyen intézet, aztán megszűnt, és akkor most a Heimpál kórház keretében, ezért is lett a Heimpálnak a ilyen furcsa neve, hogy Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. Ez most igen, de a Covid idején, mintha az alapellátást a Bethesda látta volna, hogyha jól tudom. Munkamegosztással és sok mindennel csinálják, de mondom itt azért, tehát itt nem az egyik gyerekkórház preferálása a másikkal szemben, hiszen a gyermekklinikák sem vettek részt ebben a formában, hanem az országos intézet képviseltette magát, a szakmai kollégium vezetője, aki nem házi gyerekorvos, a házi gyerekorvosi szakmai kollégium vezetője, és a házi gyermekorvos. Az hogy lehet? Tehát... Hát mert ezt a minisztérium, tehát a minisztérium nevezi ki, tehát ezt nem a szakma választja magában, a minisztérium nevezi ki, és amikor
az én mandátum lejárt, akkor úgy döntöttek, hogy nem házi gyerekorvos lesz a következő szakmai kollégiumi vezető, hanem egy klinikus. Értem, a Bethesdát különlegesen azért emeltem ki, mert a napjainkban riportsorozatot készítettünk egy nagyon érdekes képzeményről, az Magyarországon található egyházi kórházakról, és ott a gyerekeket ők képviselik. Hát méghozzá, a képviselni biztos, hogy most az ellátásom is nagyon jól, tehát a Bethesda ugye ez egy nagyon magas színvonalú, és az emberi kapcsolatokban kiemelkedő helyen álló intézmény. Én azt hiszem, hogy mind a négy egyházi kórház holisztikusan is gyógyít, és a Bethesdánál például sorba állnak a végzős orvost a hallgatók, illetve már előtte oda járnak, és akár műtősködnek, bármit csinálnak, csak ott lehessenek, és 30-an jelentkeznek, mit tudom én, 3 helyre. Tehát azért ez mond valamit önmagáért. Mutatja, hogy hol szeretnének, tehát nagyon fontos, hogy az ember hol, milyen körülmények között dolgozik. Nem elég csak az, hogy most ugye ez egy nagyon pozitív dolog, ez a bér emelés, hogy végre azért kezdjük alulról az európai béreket, ne se leszakadásban, nem kezdjük alul egy kicsit hozni, de azért a pénz nem minden. Tehát ezt ugye nagyon sokszor elmondtam én is különböző beszélgetésekben, hogy nem véletlen, hogy hiába emelik a béreket, nagyon sok fiatal akar még mindig kimenni külföldre. Mert lehet, hogy az egy hatalmas tapasztalat is. Körülmények. Nagyon fontos az, hogy milyen körülmények között, és nem csak a műszer körülményekre kell gondolni, egyáltalán az emberi kapcsolatok, a különböző szakmai lehetőségek, a megbecsülés, és itt nem csak az anyagi megbecsülés, sőt, elsősorban nem az anyagi megbecsülésre gondolok, ezek nagyon sok fiatalnál legalább annyira nyomnak alatba, mint a pénz. De lehet, hogy mint például ebben a négy kórházban, ahol a betegek a polcon vannak, tehát teljes odaadással és mindent bedobva foglalkoznak velük, ott lehet, hogy a légkör a dolgozók között is valami biztos, egész más. Egész biztos. Mert aki a beteggel emberi módon viselkedik, az lehet, hogy a kollégájával is. Az emberi, most mondjuk a lényeg is, hogy az emberi tényezők, azok mindig nagyon pozitív környezetet teremtenek, ezt én vallom. Tehát lehet, hogy nem véletlen, hogy annak idején ezek a mindenféle szerzetes rendek, akik orvoslással vagy hospitálással foglalkoztak, tulajdonképpen mindig egy picit többet nyújtottak, mint egy... Igen. Jó, hát ezzel előre haladtunk. Azt mondja meg nekem, hogy a házi orvosok is akkor most megkapják ezt a bértáblát? Igen, igen, igen. Egy kiegészítést kapnak, tehát úgy jött le, most már ugye végre hosszú ideje vártunk rá, de egy hete kijött a törvény. A NEAK által számolt átlagbért összevetették azzal a bértáblával, amit a kamara javaslatára elfogadtak és már törvénybe iktattak még az előző évben, és a különbözetet, tehát a kettő közötti különbözetet, azt áprilistól meg fogjuk kapni, úgy, hogy a praxis egy külön csomagba fogja a szakdolgozónak és az orvosnak a bérkülönbözetét megkapni, tehát hogy képesek legyenek a praxisok kifizetni az orvosnak is, illetve az asszisztenseknek is a jelenlegi egészségügyi jogviszonyban állók bérének megfelelő összeget. Ez nagyon klassz lesz. Egy gyors hír, és utána már is elengedem. A Pfizer és a BioNTech oltóanyagát, ami ugye a koronavírusról szól, Izraelbe rendkívüli hatékonynak találták, elkezdték ezt vizsgálni. Miért pont ők vizsgálják, és hogy juthattak ilyen gyorsan eredményekre? Hát az, hogy miért pont ők vizsgálják, és a kettő összefügg. Arról van szó, hogy Izrael úgy kapott, ugye ez főleg a napi politikai szinten most egy vita, hogy ki mennyi oltóanyagot kap, miért ennyit, stb. Izrael azért kapott lényegesen nagyobb, a lakosság létszámhoz képest lényegesen nagyobb mennyiségű oltóanyagot, egyrészt mert sokkal többet fizetett érte, de ez egy pénzkérdés, és most csak a szakmáról beszélünk, mert vállalta azt, Izraelbe tudni kell, hogy az orvos, a beteg követések, statisztikák nagyon magas szinten vannak, tehát nagyon jó az adminisztrációjuk. És ezért ők vállalták,
mondták, hogy tulajdonképpen talán a nézők is tudják, hogy most már ugye a negyedik fázisról beszélünk, mert ugye a harmadik után lenne szabad engedélyezni a gyógyszereket. A negyedik fázis az, amikor a milliós nagy tömegeknél használjuk az oltóanyagot, és lemérjük ennek a hatékonyságát. Tehát rendelkezésre bocsátották a betegek. Így van, pontosan. Az a betegeknek az ilyen irányú adatait, ezek nem személyes adatok, hanem tömegadatok, viszont így egy olyan szakmai anyaghoz jutottunk, amihez másképpen nem lehet, hiszen milliós nagyságrendű beoltási eredményeket tudnak pár hónap után prezentálni, ami egy fantasztikus dolog. Köszönöm, hogy velünk volt. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. Póta György gyermekorvos volt stúdiónk vendége, mielőbb visszavárjuk és gyógyítsuk a betegeket is. És most következik egy Románia szakértő, Pászkán Zsolt. Tartsanak velünk! We'll be right back.